az iskolában voltam foci edzésen, amikor nagyon elkezdett fájni a fejem, és egyre rosszabbul lettem, úgyhogy bevittek a kórházba, és igazából ott az volt a szerencsém, hogy bent tartottak megfigyelésen, mert tényleg pár nap alatt a maximumról elég rossz állapotra csökkent le az egészségem. Egy 4 nap alatt lebénult a bal oldalam. A tanórák helyett inkább napi viziták, folyamatos vizsgálatok, kontroll és gyógyszerek szedése, injekciók, infúziók, ilyen programmal alakult át ott az életem. Azt gondolom, hogy szerencsém volt, ugyanis az, hogy gyerek voltam, hogy fiatal voltam, segített abban, hogy sokkal gyorsabban regenerálódjak, mint mondjuk egy idősebb korú. És talán nem is voltak emiatt ilyen gondolataim, hanem csak szerettem volna újra iskolába járni, újra visszamenni sportolni, tényleg csak azt szerettem volna, hogy olyan legyek, mint bármelyik másik gyerek. Az állapotom az jelentősen javult, tényleg szinte csak segítséggel tudtam járniból, azért most eléggé máshol tartunk. Amiről a legnehezebb volt lemondanom abban az egy év alatt, az az, hogy egyáltalán nem sportolhattam, nem állhattam be például a tesi órákon, amikor visszakerültem az iskolába, és ez borzasztóan nehéz volt egy olyan gyerek számára, aki tényleg szinte örök mozgó volt, akinek az egyik lételeme a sport és a mozgás volt. Ezután jött egy rövidebb útkeresés így a sport területén, akkor kipróbáltam elég sok sportágat, visszamentem focizni, röplabdáztam, de valahogy tornáztam is, de valahogy egyik sem volt kompatibilis sem a fogyatékosságommal, sem azzal, amit úgy felszabadultan tudtam élvezni, és édesapámmal mentem el egy atlétika edzésre. Az volt az, ahol azt éreztem, hogy tényleg a fogyatékosságom semmiben nem akadály. Amikor ott futottam a pályán, akkor azt éreztem, hogy repülök, és semmi nem tud megállítani. Megmutassam magamnak és mindenkinek, hogy a fogyatékosságom ellenére is képes vagyok újra és újra jobb lenni, talán annál az embernél, aki tegnap voltam, hogy képes vagyok megdönteni a saját rekordjaimat, tudok jobb lenni, és hogy fel tudom venni a versenyt az épp sportolókkal is. Minden embernek magában kell megtalálni a motivációt, ki kell alakítani a céljaikat, és hozzá kell rendelni azokat az eszközöket, azokat a motivációkat, ami segít majd nekik eljutni ebbe, és azt gondolom, hogy egyedül nem megy, úgyhogy ha tudnak, akkor tényleg dolgozzanak együtt, dolgozzanak csapatban, mert tényleg sokkal messzebbre fognak jutni.